Először is a külön köszönöm a iskolának, hogy helyet biztosított. Itt tényleg egy széles összefogással sikerült megoldani az iskola helyzetét, és azt gondolom most tényleg megnyugtató módon mindenki megtette a magáét, és ezáltal a gyerekeknek és szüleiknek lehetőségük van arra, hogy egy nagyszerű iskolába járjanak. Jól járt az egyház, jól járt az önkormányzat, mindenki jól járt, úgyhogy ez egy sikertörténet. És köszönjük szépen az iskolának a kedvességét, hogy itt lehetünk. Na most nagyon szívesen mondok pár mondatot az elért eredményekről, a választás tétjéről, de az életnek vannak olyan pillanatai, amikor a történelem felülírja a normál ügymenetet, és sajnos az élet a orosz-ukrán háború által felülírta a normál kampány menetét. Nagyon jó Isten, hogy a jövőben már csak olyan kampányok legyenek, amikor mindenki elmondja, hogy mit ért el, meg mi az elképzelése. De most a helyzet az, hogy az orosz-ukrán háború olyan súlyos veszélyt jelent egész Európára, sőt túlzás nélkül mondom a világra, hogy ha megengedik, először ebben mondanám el a magyar kormánynak az álláspontját. Tehát a helyzet az, hogy fontos látni, hogy Magyarország kezdetektől fogva kiállt Ukrajna szuverenitása, integritása és a nemzetközi jog érvényesülése mellett. Azt is érdemes felintézni, hogy a Ukrajna függetlenségét elsőként Antal József kormánya idején Magyarország ismerte el. Érdemes azt is megemlíteni, hogy a nagy éhínségnek a parlamenti elismerését Hartyányi Jaroszlávával, egyébként személyesen én vittem keresztül, de a Magyarországgyűlés ismerte el ezt a borzasztó történelmi tragédiát. És azt is meg kell mondanom, hogy Orbán Viktor személyes fellépésének volt köszönhető, hogy az Európai Unió egyébként hollandok és más nyugati országok szabotálása ellenére elfogadta azt, hogy az ukránoknak vízummentesség legyen az Európai Unióba. Nem most van itt az ideje, hogy mondjam, ennek az élére állításnak, de sajnos az igazsághoz tartozik, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség tekintetében Ukrajna, hogy úgy mondjam, nem hálálta meg ezeket a gesztusokat, és a kárpátaljai magyar kisebbség gyakorlatilag teljes jogfosztása történt meg. Elvették a nyelvi jogait, elvették az oktatási jogait, és ezért Magyarország számára nem volt más lehetőség, mint, és most nagyon pontosan kell fogalmaznom, bizonyos tanácskozásokon Ukrajna részvételét bizonyos NATO tanácskozásokon Magyarország blokkolta, egyébként helyesen. Azért, mert nem maradt más eszközünk a magyar kisebbség védelmére. Megjegyzem, Ukrajna bölcsebben tette volna, hogyha a területén lévő kisebbségek emberi jogi és kisebbségi jogait biztosítja, de ez már volt, ahogy volt, és most a háború idején talán nem ez a legfontosabb szempont, de azért érdemes felidézni II. János pápának azt a mondását, amikor azt mondta, hogy a béke az nem pusztán a háborúnak a hiánya, hanem az igazságosságnak a gyümölcse. És az igazságosságba beletartozik a kisebbségeknek az emberi jogi, oktatási, nyelvi jogainak a biztosítása. És azt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy amikor a magyar kormány támadták, hogy blokkoltuk Ukrajna bizonyos NATO tanácskozásokon való részvételét, akkor csak zárójelbe jegyzem meg, ha most Ukrajna NATO ország lenne, akkor nagyon nagy veszélye volna annak, hogy benne lennék a harmadik világháborúban. Tehát azért ezt is érdemes megfontolni. Na most ennyi fölvezetés után a magyar álláspont az az, hogy Magyarország, a magyar kormány békepárti. Részint ez következik a kereszténységünkből, részint ez következik a magyar nemzeti érdekekből. Tehát ez azt jelenti, hogy magyar katona semmilyen körülmények közt nem vesz részt ebben a háborúban. Ez arra is vonatkozik egyébként, amiről eddig nem esett szó, hogy akár ukrán, orosz, akár orosz részről toborzás történne a magyar fiatalok tekintetében Magyarországon, az 1-től 5 évig terjedő börtönnel büntetendő. Tehát innen is mondom, hogy nem engedünk semmifajta illegális toborzást
magyar fiatalok között, sem ukrán, sem orosz, sem semmilyen oldalról. Tehát még egyszer, magyar katona ebben a háborúban nem fog részt venni, semmilyen formában. Na most, hasonlóképpen magyar fegyver nem fog menni Ukrajnába, és Magyarországon keresztül sem mehet fegyver Ukrajnába. Mégpedig azért, mert nyilvánvalóan célponttá válik az az ország és az a terület, amelyik fegyvert visz ebbe a háborúba. Nem is olyan régen, ennek egy szomorú példáját láthattuk a lengyel határ közvetlen közelébe, ahol nagyon erős orosz, mondhatnám, hogy megsebesítő, orosz csapás érte azokat a szállítmányokat, amelyek vélhetően Lengyelországból Ukrajna felé mentek. Tehát a kárpátai magyarságot semmilyen körülmények között nem tesszük ki annak, hogyha Magyarországon keresztül fegyver érkezne Kárpátaljára, akkor Kárpátalját kitennénk orosz válaszcsapásnak. Nem tesszük ki őket. Tehát magyar fegyver és Magyarországon keresztül fegyver nem mehet. És a harmadik, amivel szintén kevés szó volt eddig, de nagyon fontos magyar álláspont, hogy Magyarország területéről másik ország ellen támadás nem indulhat. Tehát magyarul nem történhet meg, hogy Magyarországról például egy rakétát kilőnek ebbe a háborúba. Csak megjegyzem, ha mondjuk Nyírbátorból kilőnének valakik egy rakétát, nem biztos, hogy fél óra múlva lenne Nyírbátor. Tehát ezért még egyszer Magyarország területéről másik ország ellen támadás nem indulhat ki. Hangsúlyozva, hogy minden NATO és Európai Uniós kötelezettségünknek eleget teszünk, nem blokkoljuk és nem vétózunk se az EU-ban, se a NATO-ban. Még egy szempontot fontos elmondani, hogy Magyarország számára fontos az orosz gáz, és fontos a paksi erőmű megépítése. Tehát a magyar nemzeti érdek az, hogy az embargós dolgokból, az Oroszország elleni büntető intézkedésekből az energiarész, beleértve a gáz és az atomenergia építés paksi erőmű tekintetében ne szerepeljen a tiltott listán. Megjegyzem, ezt sikerült elérni. Ez a magyar nemzeti érdek, ez teszi lehetővé Magyarország biztonságos energiaellátását, és ez teszi lehetővé az olcsó energiát és a rezsicsökkentést. Megjegyzem, nem felel meg a valóságnak, amit bizonyos körök állítanak, hogy Magyarország vitte ezt keresztül, megakadályozva az egységes EU-s szankciókat. Magyarország ezt egymaga természetesen nem tudta volna megtenni. Itt Németország és más nagyon komoly országok ugyanolyan állásponton vannak, mint Magyarország energetikai kérdésekben. Tehát még egyszer, a béke mellett vagyunk, magyar katona nem vesz részt ebbe a háborúba, magyar fegyver nem mehet, Magyarországról nem indulhat ki támadás, nem blokkolunk és nem vétózunk semmit, de az energetikai érdekeinket megvédjük, és ez sikerült is, más Európai Uniós országokkal együttműködve. Na most, a választások tekintetében én azt gondolom, hogy egyetlen dolgot érdemes mindenkinek felidézni, például a 2010-es állapotokat, a Gyurcsány-Bajnai kormány végnapjait, országlását és az ország mostani helyzetét. Nem egy bonyolult dolog, talán a három legfontosabb számot elmondom, az elég is. Az egyik az, hogy akkor 7%-os volt a gazdaság visszaesése. Most 7%-os a gazdasági növekedés. Akkor több mint 900 000, tehát fölfele kerekítése, 1 millió ember vesztette el a munkahelyét, és 12%-os volt a munkanélküliség. A teljes igazság az, hogy most nem munkanélküliség van, hanem munkaerő hiány. És itt jegyzem meg, hogy még a háborús helyzettel kapcsolatban, hogy Magyarország legnagyobb humanitárius akcióját bonyolítja le. Közel 500 000 ember jött át Ukrajnából, és itt is szeretném megerősíteni, hogy nincs felső határ, és azok az Ukrajnából jött menekültek, akik itt akarnak maradni, és dolgozni akarnak, azokat szeretettel látjuk, nem csak a magyarokat, hanem a ruszinokat, vagy ukránokat is. Itt azért még egy dolgot érdemes, ha már itt vagyunk, megemlíteni, hogy az, hogy a kárpátaljai magyarok, a katonakorú férfiak el tudtak jönni, az annak volt köszönhető, hogy van magyar állampolgárságuk,
már korábban át tudtak jönni az egzisztenciájukat itt megalapozni, a család áthozatalát előkészíteni, és amikor látták ott, hogy fönnáll az a veszély, hogy behívják katonáknak őket golyófogónak abba a háborúba, amiben nyilvánvalóan a magyarságnak semmi köze nincsen ehhez a háborúhoz, akkor, hogy ezelől el tudtak jönni, és biztonságban vannak Magyarországon, azt a magyar állampolgárságukra köszönhetik. Megint szóval a baloldalú múlt volna, nem lenne állampolgárságuk, zárójelbe zárva, és golyófogók lennének valahol, Harkovban mondjuk. A másik szám, amit, ugye a másik gondolat, amit érdemes felidézni, hogy akkor Magyarország az államcsőd szélén volt, olyannyira, hogy az IMF-nek totálisan kiszolgáltatott helyzetbe, és meg tudtuk azt csinálni a nemzet összefogásával, hogy az IMF-et hazaküldtük. Megjegyzem, ekkora megtakarítás soha nem volt, mint most van, ekkora fogyasztás soha nem volt, mint most van, és azt gondolom, hogy minden társadalmi réteg részesült azokból a gazdasági eredményekből, amiket közösen sikerült elérnünk. Én most csak néhány dolgot mondok tehát. És ez fontos egyébként világosan látni. Itt nem arról van szó, hogy a kormány osztogatja a pénzt. Egyébként politikailag nem is bölcs dolog az osztogatás. Először is láttuk Medgyessy Péternél, hogy a felelőtlen osztogatás az csődbe visz. Tehát Medgyessy Péter azért bukott meg, mert egy felelőtlen, megalapozatlan, tehát egy gazdasági teljesítmény nélküli, megalapozatlan osztogatással pillanatok alatt csődbe vitte az országot, ezért bukott meg. A magyar kormány nem osztogat, egyébként politikailag nem is észszerű, mert ha azt mondom, hogy adok kettőt, azt mondják, miért nem hármat. Hármat, miért nem négyet? Ugye ez egy mondj egy számot, öt, hat, én nyertem. Tehát ez politikailag sem észszerű. Tehát mi nem osztogatunk, hanem mindenki a munkája és a befizetése alapján visszakapja azt, amit ő befizetett a költségvetésbe, miután a gazdaság teljesítménye ezt lehetővé teszi. Tehát például a gyerekes családok, akik nyilvánvalóan a legnagyobb terhet viszik, ők a saját befizetett személyi jövedelemadójukat kapják vissza az átlagjövedelemig. Hát nem osztogatás van, hanem itt ő maga befizetett, miután a gazdaság lehetővé teszi, ezért visszakapja a gyerekes család azt az SZJ-t, személyi jövedelemadót, amit ő befizetett az átlagjövedelem szintjéig. Vagy például ugyanilyen az, hogy, vagy hasonló az, hogy a 25 év alattiaknak nem kell személyi jövedelemadót fizetni. Azért, mert a gazdaság lehetővé teszi azt, hogy ők most az élet indulásakor egy kicsit kedvezőbb helyzetben legyenek, és amit egyébként megkeresnek, azt ne fizessék be, hanem megtarthassák, és az egzisztenciájukat megteremthessék. Itt sem osztogatás van, csak nem kell befizetniük azt a pénzt, amit megkerestek. Nagy különbség. Vagy például a nyugdíjasok tekintetében ott a 13. havi fizetést visszaadtuk a nyugdíjasoknak, amit ők egyébként egy élet során egyszer már megkerestek és befizettek társadalombiztosítás formájába. Visszaadtuk nekik azt, amit egyébként a baloldal annak idején elvett tőlük, mert a gazdaság teljesítménye lehetővé tette, hogy a 13. havi nyugdíjat vissza tudjuk adni. És én ezért azt gondolom, hogy most minden politikai beállítottságtól függetlenül nagyon nehéz helyzetben van a világ. Itt volt egy világjárvány. A világjárványnak is nagyon súlyos gazdasági következményei voltak, vannak. Benne vagyunk egy háborúba. Adja jó Isten, hogy ne eszkalálódjon a háború, és minél előbb tárgyalásos úton ez a háború véget érjen. Egyébként miután Magyarország egy exportorientált gazdaság, nekünk a legfontosabb, hogy a háború véget érjen. Mert ezek a szankciók, amiket a nyugati országok hoztak, azok nagyon komolyan sújtják a nyugati országokat. És hogyha nyugati országoknak a gazdasági növekedése visszaesik, akkor a mi exportpiacaink is szűkülnek. A másik, nekünk fontos az orosz energia, fontos például a Kínával való kereskedelem, tehát mi abban vagyunk érdekeltek, hogy béke legyen, és minél szabadabb legyen a világkereskedelem. Exportorientált gazdaság vagyunk. Tehát ezért mi a békében vagyunk érdekeltek, és adja Isten, hogy minél hamarabb megtörténjen. De azért a helyzet azt látni kell, hogy egy vészterhes időben, ilyen vészterhes időkben nem lehet amatőrökre bízni az ország vezetését. Olyan emberre, aki mondjuk legfeljebb hódmezővásárt vezette, az se valami sikeresen. Most lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok. Most, és nem erre számítanak. De nézzék, hogyha mondjuk most a baloldalt Horgyula vezetné,
és az a késő-kádári komoly garnitúra lenne, ami mondjuk, én ugye nem értek velük egyet, se ideológiailag, se számos gazdaságfilozófiai kérdésbe. De ha például mondjuk Békesi lenne a pénzügyeknek az irányítója, és mondjuk Csehák Judit, mondjuk az egészségügyi vonalon is Horn Gyula miniszterelnök, én ugye nem értek velük egyet, de egy Horn kormány képes volt az országot vezetni. Nem úgy, ahogy én helyesnek tartom, nem azon értékek alapján, de volt egy államigazgatási tapasztalatuk, volt országvezetési tapasztalatuk, és képesek voltak egy országot vezetni. A mostani ellenzékkel a probléma az, hogy se felkészültsége, se szakmai tapasztalata, se a minimálisan szükséges egység nincsen ahhoz, hogy vezessék. Egy teljesen autodidakta, outsider, amatőr lett a miniszterelnök jelöltjük Márki-Zay Péter személyében, aki, mondom, egy hódmezővásárhelyi szintű várost vezetett, az se valami fényesen. És ha megnézik, ezek a pártok, és ezt nem én mondom, hanem Márki-Zay Péter mondta, és egyébként ebben teljesen igazán a speciál, valóban a kommunistáktól a fasisztákig, de legyünk megengedőbbek, a reformkommunistáktól a reformfasisztákig terjed. Egy ilyen kormányt vezetni, egy ilyen kormányt egybetartani egy vészterhes időkben életveszélyes. Életveszélyes. És akkor még nem is beszéltem arról, még egy mondattal visszatérve a háborúhoz, hogy most nem is csak az, hogy Márki-Zay Péter, ahogy azt mondta, hogy ők ott küldene katonát, aztán letagadta, akkor fegyvert küldene, egyébként a Gyurcsány kormány hadügyminisztere is azt mondja, hogy küldene fegyvert, Fekete Győr András, a Momentum volt elnöke, és azt mondja, hogy küldene fegyvert. Most látják, hogy ez nem népszerű, ezért most megpróbálják letagadni, hogy nem is így mondták, meg úgy mondták, meg amúgy mondták. De például, amit meg se próbál letagadni, az volt a legéletveszélyesebb állítás. Amikor azt mondta, hogy a kárpátaljai magyarok orosz barátok. Most az a helyzet, hogy ez először is nem is így van, a kárpátaljai magyarok mindig lojális ukrán állampolgárok voltak, akik meg akarnak maradni magyar nemzetiségűnek, magyarként. Megjegyzem, őket nem kérdezték meg, hogy akarnak-e ukrán állampolgárok lenni. Ugye ismerjük azt a történetet, amikor, ez nem biztos, tényleg ez konkrét emberek élettörténete, idős bácsi története, született az osztrák-magyar monarchiába, mint a magyar királyság polgára. Majd lett csehszlovák állampolgár. Majd lett magyar állampolgár, majd lett szovjet állampolgár, most éppen ukrán állampolgár, úgy, hogy életében a faluját nem hagyta el. Tehát ő aztán végképp nem tetett arról, hogy fölötte, hogy változtak az államhatárok. Tehát ők lojális polgárai Ukrajnának. Megvádolni őket ebben a mostani helyzetben, hogy orosz barátok, ettől csak egy lépés az, hogy kollaboránsok. Ez egyfajta följelentés. Tehát ezzel veszélybe sodorja az ott élő magyarokat. Tehát egyfelől nem is igaz, de másfelől pedig effektíve olyan megfontolatlan és meggondolatlan mondat, amivel nagyon súlyos helyzetbe hozza a kárpátaljai magyarokat, például az ottani ukrán nacionalisták környezetébe. És ezért én csak tisztelettel innen is arra tudom kérni az ellenzéket, hogy ne instrumentalizálják ezt a háborút, ne az legyen a legfontosabb, hogy a gazdáig veregessék a vállukat, ne a tengeren túliaknak akarjanak megfelelni, hanem a magyar nemzeti érdekeknek, de a legfontosabb az, hogy gondoljanak meg minden mondatot, mert ez nem egy választási kérdés, hanem a magyarságnak a sors kérdése, hogy ne sodródjunk bele ebbe a háborúba, és ne veszélyeztessék a kárpátaljai magyarságot. És én pedig a választópolgároktól csak annak a megfontolását kérem, hogy ilyen időkben, ilyen vészterhes időkben, ami az egész világ számára komoly kockázatokat jelent, csak olyanokra szabad bízni az ország vezetését, akik bizonyítottak. Akik bizonyították a professzionalitásukat, bizonyították a nemzeti elkötelezettségüket, és hasonló a nehéz helyzetekből már kivezették az országot. Most kísérletezni autodidaktákkal a szónak a szoros értelmében életveszélyes. Ha bármilyen kérdés, meglátás, hozzászólás. Köszönjük szépen. Tetszik óhajtani, megkísérlek, bármire válaszol. Köszönjük szépen, miniszterelnök helyettes úr. A választókerületbe jó néhány önkormányzat fogadott be ukrán menekülteket.
nem csak, ezt idézőjelbe tenném, kárpátaljai magyarokat, hanem belső Ukrajnából jövőket, és az önkormányzatok és civil szervezetek pedig megszervezték a gyűjtést a számukra. Úgyhogy itt a kerületben is megmozdult a lakosság, megmozdultak a civilek és az önkormányzatok. Megjegyzem, hogyha valaki menekült, akkor most akik Ukrajnából tényleg menekültek. Ellentétben a migránsokkal, akik 8 országon jöttek keresztül, köztük legalább 3-4-5 biztonságos országon, több Európai Uniós országon, és alapvetően egy gazdasági megfontolásban indultak el. Azok, akik most Ukrajnából jönnek, azok a szó legteljesebb értelmében menekültek, mert háborúból jönnek, és Magyarország az első biztonságos ország. Tehát ebből kifolyólag természetesen a kárpátaljai magyarokat, minden ukrán állampolgárt és az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli polgárokat is fogadjuk. Egyébként rengetegen jöttek például ilyen harkovi diákok, akik egyébként csak kint tanultak és Magyarország felé jöttek, például az indiai nagykövetséggel most szerveztük meg, hogy ők akkor haza tudjanak menni Indiába, és azt is csak halkan mondom, hogy arra is nyitottak vagyunk, hogyha egyébként megállapodásra tudunk jutni, akkor azt a tandíjat, amit fizettek Harkovba, hogyha Magyar Egyetemmel megállapodnak, akkor tőlünk tanulhatnak tovább Magyarországon. Tehát a legnagyobb rugalmasságot tanúsítjuk. Köszönjük szépen. Nincs kérdés, akkor köszönjük szépen. Még miniszterelnök helyettes úr, szeretnék néhány mondatot mondani a nyírbátori eredményeinkről. Igen, nézze. Ha megengednétek. Az önkormányzat, tehát mint mondottam, volt 450 programban több mint 33 milliárd forint értékű fejlesztési forrás érkezett 18 és 22 között. Ebből 15 programban közel 4 milliárd forint értékű beruházást valósított meg az önkormányzat, Nyírbátorváros önkormányzata. Ebből 6 területfejlesztési operatív programbeli fejlesztés valósult meg, ilyen például az ipari park fejlesztése, a zeneiskolának a felújítása, a bölcsőde felújítása, 12 darab állami, 8 darab állami beruházásban 12 milliárd forint értékű fejlesztés érkezett Nyírbátorba. Kiemelném a készenléti rendőrség új laktanyájának a felépítését, ez 2019-ben történt meg, és itt szeretném aláhúzni, hogy a Fidesz-KDNP kormány igenis már akkor gondolt Magyarország biztonságának a szavatolására. Ezen kívül Bátor István múzeum felújítása mintegy 2,1 milliárd forintból fog megvalósulni. Folytatjuk a 471-es főútvonalnak a felújítását 1 milliárd forint értékben. Megújult a Bátor István gimnázium és általános iskola 1,3 milliárd forint értékben 2019-ben adtuk át, és 1,3 milliárd forintból pedig ennek az iskolának a megváltása történt meg az önkormányzat irányába, plusz ez bruttó mintegy 720 millió forintba került, és a maradék összegen pedig az iskola teljes körű felújítása fog megvalósulni. Úgyhogy itt szeretném megköszönni miniszterelnök helyettes úrnak ezeket a fejlesztéseket, mert Nyírbátor a térségben az első a fejlesztések tekintetében, annak ellenére, hogy ugye az önkormányzat az baloldali önkormányzat. Tehát a Fidesz-KDNP kormány nem csak az úgynevezett jobboldali önkormányzatokat segítette, hanem a baloldali önkormányzatokat ugyanúgy. Köszönöm szépen. Megzemlített az iskolánál mindenki megtette magáét. Az egyház is, az önkormányzat is, a kormány is.